emlékeztetnék minden kedves hívet arra az eseményre, amely a tavalyi évben történt, amikor azt mondták a bányász hagyományőrző szervezetek, és azt mondtuk a város vezetői, hogy a Szent Borbála napi megemlékezések, ünnepségek nem teljesek. Szeretnénk, hogyha ezek teljessé válnának, és úgy fejeződhetnének be méltóképpen, hogy püspöki szentmise keretében tudnának fejet hajtani Borbála követői és Szent Borbála védelme alatt lévő bányász szervezetek. Örömünkre szolgál, hogy akkor ezt a kérésünket az egyházközségben fogadta, Lévános atya helyet adott ennek az ünnepi eseménynek, és hogy püspök atya pedig személyes jelenlétével vállalta, hogy az ünnep magasztos fényét megadja. Ez ma már azt mondjuk, hogy hagyomány, hiszen ami tavalyi évben elkezdődött, az idei évben folytatódhat, és amikor Lévános úrral arról beszéltünk, hogy miként lehetne az egyházközséghez kötődő és Pécs értékei között számon tartott bányász hagyományokat tovább erősíteni, akkor ő azt jelezte, hogy innen, ebből a templomból munkás Szent József nevére szentelt templomból hiányzik egy Szent Borbála. Úgyhogy összefogtunk, körüljártuk az országot, és megtaláltuk a lehetőséget arra, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Én ezt nem intézmény, hanem magán adományként jó szívvel adományozom az alkalommal. Ez egy adománylevelet is csatoltam, ezt szeretném ismerni önöket. A mai napon, 2014. december 4-én, Szent Borbála ünnepe alkalmából területországgyűlési képviselőként a Pécs járvárosi Munkásszent József Katolikus templom egyházközsége számára a dr. Udvari György Ferenc püspök
Szent Orbán értanunknak erőt adunkán, hogy bánkot véletben kitartson a szenvedélytől reményből. Dicsőséges vérhatóságának napján kérünk, oltalmazz és segíts győzelemünket az ellenség minden cselekvésével szemben. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindenkinek. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Isten. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi. Nagyon sokszor találkozunk az evangéliumokban olyan mondatokkal, olyan megformált tanítással, amelyen az ember gondolkodik, akkor azt mondja, ez igaz. Ebben bölcsesség van. Ez fontos. Érdemes így élni az életet. Hiszen az ember életnek számtalan olyan momentuma van, számtalan olyan pillanatot élünk át, amikor pontosan látjuk, hogy bizony áldozatból fakad az élet, és áldozat nélkül valójában semmi jó nem születik. Ha így hallgatnánk az imént hallott evangéliumi szakaszt, akkor is sok mindent tanulhatnánk. Önfeláldozásról, az élet értelméről, a küzdelemről, az álhatatosságról, helytállásról, ez mind fontos és mind igaz. Ugyanakkor ezek a mondatok azért jelentenek számunkra evangéliumot, örömhírt, mert nem pusztán egy emberi megfontolás eredményeként születtek meg ezek a mondatok, nem valami bölcselkedés útján kristályosodott ki ezen mondatoknak a tanítása,
hanem ezeket a mondatokat számunkra az a Jézus Krisztus mondta, aki éretlen emberré lett, fölágozta az életét, meghalt, de az Isten föltámasztotta, az Atya életre keltette őt. Így tehát ezeknek a mondatoknak messze több a tanítása, mint pusztán emberi bölcsesség, mint pusztán emberi életből leszűrt tapasztalat, amit érdemes átadni az utánunk jövő generációnak. Ez az életre vezet bennünket. Az élet útja ez. Még akkor is, ha talán berzenkedünk a tanítás radikalitása ellen. Tényleg így van. Nem lehetne másként. Nem lehetne úgy boldognak lenni, úgy jó életet élni, hogy ne kellene megküzdeni érte, ne kellene megküzdeni csak pusztán azért, hogy valami jó maradjon. Még akkor is megfogalmazhatjuk ezeket a mondatokat, amikor egyébként örömmel tesszük azt, amit teszünk. Például a szülő, amikor neveli a gyermekét, örömét leli benne, örömmel teszi, minden idegszálával, minden szeretetével gyermekére figyel, és mégis pontosan átéli az áldozatnak a súlyát, pontosan ebben a gesztusban kivilágít az a magatartás, miszerint, ha odaadom magamat, akkor ebből élet lesz. Ha elmondom 10-szer, 100-szor, 1000-szer, és nem szűnök meg jó indulattal lenni, akkor ebből életforrás vagyok. Jézus egyértelművé teszi. Nincs más útja az embernek, mint az, hogy elsajátítja a buzamak törvényét. Szívével ülteti, saját magáévá teszi. Elfogadjuk, elhisszük, meggyőződéssel valljuk. Az életünk azért nagyszerű, mert egyszerű, megismételhetetlen, gyönyörű, de odaadható, odaajándékozható, szétosztható. És hiszünk abban, hogy az értelmesen megélt élet, az értelmesen odaadott élet, az értelmesen fölemésztett élet, vagy éppen a kereszt hordozása azért magasztos, azért emberhez méltó és embernek való, mert az élet teljesedik ki általa. És testvérek, az is örömhír, és az is megerősítő, hogy nem életünk egyes területén igazak ezek a szavak. Nem csak akkor, amikor magasztosan átéljük az ünnepnek a fényében cselekedeteinknek a súlyát, hanem akkor is igazak ezek a szavak, amikor napról napra ugyanazt teszem. Alászállok az önmagam szétosztásának a munkájában, hogy fáradtsággal, szolgálattal, erőimnek talán meggyengülésével onnan fölemelkedje, és legyen bátorságom holnap, holnap után ugyanezt megtenni. Ezzel a hétköznapokat, az emberi élet minden cselekedetét megszenteli Krisztus. Minden áldozatnak értelmet ad, minden küzdelemnek abszolút jövőt nyit. A legkisebb cselekedet, ami önmagunk megosztásából forrásodik, az a teljességet jelenti. Élet fakad belőle, és az örök életre nyílik távolunk. Ezért tudunk és akarunk is különös módon emlékezni Szent Bormála ünnepén, azokra testvéreinkre, akik a maguk mindennapi szolgálatával ezt a hősies helytállást vállalták. Noha miközben csak a saját választott szolgálatukat, munkájukat végzik, életet fakasztanak. Hálásak vagyunk az ő szolgálatukért,
és megrendülten adunk hálát azon testvéreink életáldozatáért, akik azért, hogy mások éljenek, életüket kockáztatták, majd éppen szolgálatuk során közben meghaltak. De hisszük, az ő életükre is úgy tekintünk, hogy érvényes rajtuk és bennük a buzamag törvénye. Ha a buzamag nem esik a földbe és el nem hal, nem hoz termést. Ha elhal, bőséges termést hoz. Jézus tanítása nem egy választási lehetőség. Nem a kiválasztottaknak, nem az erőseknek, nem a különleges képességgel megáldottaknak való, nem csak néhányaknak, hanem mindannyiunknak. Mindannyiunknak való, mert az élet teljességét adja, mert a szent életet tárja föl előttünk. Mennyire hálásak vagyunk mások áldozatáért, hogy mi ezáltal élhetünk. És mennyire szükség van a mi áldozatunkra ahhoz, hogy mások élni tudjanak. Ne féljünk ettől. Ne féljünk önmagunk elveszítésétől, mert hisszük, ha Krisztus módjára akarunk élni, az Isten ezt az életet teljessé teszi. Nagyon nagy erő, testvérek, az ünneplésünkben az, hogy ezeket a Jézusi szavakat hallhatjuk, de több is történik ennél. Átéljük a szent áldozatban a buzamagnak a törvényét és csodáját. Elhal, megőrlik, elveszíti önmagát, kenyérré lesz. Elhangzik az egyház áldó szava, és lesz Krisztus testévé, és magunkat vesszük, hogy tápláljon bennünket, erőt öntsön tagjainkba, megújítsa lelkünket, megújítsa szándékunkat, megújítsa kapcsolatunkat, megújítsa erőforrásainkat, és erőt öntsön tagjainkba, hogy jól tudjunk szolgálni. Számunkra valóság a búzamag csodája. Hisszük, élet fakad ebből. Köszönjük Jézusnak, hogy nem bölcsességet tanít nekünk emberi léptékkel, hanem utat, amely az Isten országába vezet bennünket. És olyan utat, amely megszenteli a rajta járó minden napját, minden pillanatát, minden vágyát. Értelmet ad a szolgálatnak, értelmet ad az áldozatnak, és erőt ad a gyengéknek a tagjaiba is. És táplál bennünket önmagával, hogy aztán mi váljunk búzamaggá, önmagunkat bátran megosztva, bátran elveszítve, mert hisszük, ez az élet útja. Ámen. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, tisztára mossák lelkük köntösét szent véredben. Add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
kérünk téged, imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mondja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész keresztény egyházra. Kérünk Istenünk, fogadd jó szívvel ezeket az adományokat, amelyeket Szent Borbála vértanúd emlékezetére hozunk színed elé. Legyenek kedvesek fölséged előtt, ahogy az ő kiomló vérét is értékes áldozatul fogadtad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És az emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Borbála hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mert gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúság tételre ad erőt néki Krisztus a mi Urunk által. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott.
megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott kérlek, Urunk, és hittem vagyunk feltámadásra, ami ilyen lesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságú Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Borbálával és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világ. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert kérd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak,
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békés. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Oh.
könyörögjünk. A szent áldozatban megerősödve kérünk, segíts meg Istenünk, hogy szent Borbála csodálatos álhatatosságát követni tudjuk, és a kitartó hűség örök jutalmát elnyeri. Krisztus a mi munkától. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Legyen áldott az Úr neve. Most is. Mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek.